Szatmári Zoltánnal beszélgettünk, aki ezt a beruházást megnyerte, hiszen hallottuk, hogy pályázati forrásból is sikerült egy 500 000 forintot nyerni. Pár évvel ezelőtt voltunk itt, amikor arról beszélt, hogy ezt megvalósítja. Azt gondolom, hogy nagy lépésekkel most ezzel is indult ez a beruházás. Igen, igen, nagyon örülünk annak, hogy a pályázaton sikerült nyernünk, és nagyon nagy ütemmel szeretnénk ezt be is fejezni. Úgy tervezzük, hogy jövő év június-júliusára itt működő üzem fog lenni, amiben kukoricát fogunk őrölni. Exportra, Magyarországra, a sörgyáraknak, tésztagyáraknak, tulajdonképpen is állattartó telepekre pedig a mellékterméket eladni. Itt látjuk nagyon szép a látványterv. Mit kell tudni néhány mondatban? Mutassuk azért be a beruházást. Aztán hallottuk, hogy 50 főt fognak foglalkoztatni. Igen, 50 főt szeretnénk közvetve vagy közvetlenül foglalkoztatni. Itt azt gondolom, hogy a kukorica őrlés az, ami a legnagyobb munka, megvalósítani. Jelen pillanatban itt ugye a tárház az megvan, akarunk tárolni másoknak is, de saját magunknak is, és mindenféleképpen ez az őrlés lesz, ami nagyon nagy munka. Tehát a saját beruházásba tervezzük egy új raktárnak az építését, az épületnek a teljes renoválását, a pályázati beruházás, az ugye 50-50%-ban, az pedig a gépek és a berendezések, csomagolások, infrastruktúra fog ebből meglétesülni. Az előbb itt miniszterről beszéltük, hogy a karcagi kunstságilisznek azért volt elismertsége ország szintén is. Reméljük, hogy ennek a kukoricamalomban készült kukoricalisznek is lesz. Ehhez jó munkát kívánunk Önöknek. Nagyon szépen köszönjük. Hát bízunk benne, hogy jó hatása, tehát jót fogunk gyártani, és fogják szeretni az emberek. Köszönjük szépen!